5000 dináros összegű nyaralási utalvánnyal ösztönzi a pihenni vágyókat a szerb kormány arra, hogy a külföldi tengerpartok helyett Szerbiában töltsék szabadságukat. A polgárok többsége azonban kevesli az összeget. Ez az 5000 dinár, ez nem valami sok, szóval az ötlet maga pozitív, de én nem hiszem, hogy élnék vele. Hiszem, hogy nem bila dovoljno. 5000 dinár dana se potroši za dva dana. Troškovi su mnogo veći. Én szerintem az kevés, az 5000 dinár, azt gondolom. Ahhoz, hogy itt nyaraljanak az emberek. A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium honlapján található meg az akcióban résztvevő vendéglátóipari objektumok listája és a további részletek. 243 vendéglátóhely áll rendelkezésre az országban a szerbiai polgárok számára, hogy kihasználják az 5000 dináros nyaralási utalványokat. Szerbia szinte minden pontján nyaralhatnak a polgárok. A listán többek között a Szabadkai Galéria szálloda is szerepel. Kao nemačka kompanija koja zapošljava sve radnike iz Srbije, samim tim i podstičemo srpsku privredu. I svi građani mogu da vide jedan ovakav hotel i Suboticu i Palić kao destinaciju. Az utalványt október 15-ig igényelhetik a postahivatalokban a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a háborús rokkantak, a gondozásra szoruló polgárok és mindazok, akiknek a havi jövedelme nem éri el a 60 000 dinárt. Az igénylés mellé a szállásfoglalást igazoló dokumentumot kell benyújtani, illetve személyigazolvány fénymásolatát és azon igazolásokat, amelyekkel igazolni tudják, hogy megfelelnek az utalványt igénylők feltételének. Tehát például igazolás a személyi jövedelem összegéről, vagy nyugdíjasok esetében az utolsó nyugdíjcsek, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökségből bizonylat arról, hogy munkanélküliek, illetve a szociális központból azok, akik ápolási pénzre jogosultak. A pozitív elbírálás után az igénylők postai úton névre szólóan kapják meg az utalványokat. Ezeket augusztus 1-e és november 20-a között használhatják fel.